Ünnepi pillanat a Népstadion öltözőjében. Schlosser Imré, a világhírű magyar labdarúgót köszöntik a fiatal magyar labdarúgók abból az alkalomból, hogy a 100. magyar-osztrák mérkőzés előtt újra magára húzta a színereket. Keves Gisztán feleli át a régi idős, nagyszínű játékosát, aki ott áll ismét a pálya közepén, és az ő kezdőrúgásával indul a 100. magyar-osztrák találkozó. Káprázatos, ragyogó játékot hoz ez a mérkőzés, Puskás fejjel, és az osztrák kapus Puskás csak állítani tud. Szinte pillanatnyi szünet nélkül gördülnek előre a magyar támadások az osztrákok fülfelére. A néző közönség önfeledten tapsolja a magyar labdarúgók káprázatos játékát. A védelem most küldi előre tovább a labdát. Kialakul a jobb oldali támadás, Kocsicsi a labda. Kocsicsi kénytelen egy pillanatra hátra gurítani, de aztán újra előre lendülünk. Puskás nem lehet ezen a délutánon föltartani. Nála a labda, mint a motor, úgy irányít, tihi, lő, gól! Fiatal, alig 20 esztendős középcsatár, Kocsicsi és Puskás között nagyszerű formában játszik. Remek gólt lő, aztán Buzánszki dobja előre a labdát, Kocsicsi levágódik a labda, ott van Tóth kettő elő, Tóth kettő megint továbbadja. Ez is talahonban megmenekül az osztrák kapu, elcsúszik a labda a kapuka mellett. Szabadrúgás, Kocsicsivel előre, Puskás fejel! És a labda csak szemüti nézerekkel húz el a bal felső kapuka felett. Csodálatosan, két akció volt. A magyar csapat támadás után tudott gyújtottak ki a labdát. Aztán Puskási keresztbe vágja, Kocsik előre tör a labdával. Ott vagyunk megint az osztrák 16-osnál. Tibor kapja meg, és gól! Ez már a harmadik magyar gól, mert előzőleg Kocsik is bevette az osztrákok hálóját. A magyar csapat támadásai szinte elkápráztatják a nézőtereget. Puskás, Tóth Kettő és a többiek lövései rendre betalálnak a hálóba, mint éppen most is Tóth Kettő lövése. A magyar csapat már 4 gólt szerzett ezen a délutánban. Aztán újra elrobog Tibor a bal oldalon. Körülnéz, kivár egy pillanatig, visszagol, Kocsicsi a labda. Egy testkel, vissza megint a labda. Szinte, mintha szeme lenne minden labdának, játszadott az a fiú. Újabb lövés! És Tibor lövésének az ötödik is nem van a szokvásnál. 5-1 az eredmény, és aztán a legjobb játékos a mezőnyben, Puskás is feliratkozik a góllövő listára. Ő szerzi a magyar csapat 6. gólját a 100. magyar-osztrák találkozón. Most a szerencse mentette meg az osztrákok hálóját az újabb magyar góltól. A közönség azonban elégedett, hiszen 6-1 arányban vertük ősi ellenfeleinket, az osztrákokat a 100. magyar-osztrák mérkőzésre. Ennek a találkozónak a hőse, Puskás Ferenc, a magyar csapat kapitánya volt. A labdarúgás szerelmesei mindig szeretettel emlékeznek Puskásra, és szívesen látják a pályát. Neve felkerült a világ labdarúgó csillagainak képzeletbeli táblájára.